Na sziasztok emberek, én Red vagyok, és úgy gondoltam, hogy végre összedobok egy ilyen videót, amiben megmutatom, hogy hogyan is kell Chigo-hoz mapot készíteni. Igazából ebben a videóban nem olyan sok dolgot fogok megmutatni nektek, csak annyit, hogy hogyan lehet letölteni ezt a programot, amivel magát a mapot készítjük. Ugyebár most a Chigo-ról van szó, ami Steam-es változatú, tehát annak kell, hogy legyen, amit ugye megtalálunk a library-ben. Ezután, tehát hogyha itt vagyunk, annyit kell tennünk, hogy a gameset átváltani egy tools-ra, és ezen belül kikeresni a Chigo SDK-t. Igazából, hogyha ez megvan, telepítitek pár mega, ez hogyha lenni is van, akkor duplakat. Ezután, hogyha betölt, kiad nekünk egy ablakot, így van. És ezen az ablakon belül kell nekünk a Hammer World Editor nevezetű program. Erre is duplakat. Kicsit várunk, hogy betöltse. Szuper! És igazából ez lenne maga a program. Itt tudunk újat létrehozni, új pályát. És nem kell megijedni, ez egy ilyen négy ablakos felület. Nem bonyolult, erre is kitérek következő videóm alkalmából. Igazából, tehát ezen a programon fogunk mapokat csinálni. Ugye más nem is kell tudni erről, majd szépen bemutatom nektek, hogy hogyan is kell ebbe szép pályákat alkotni. Úgyhogy igazából ennyi lett volna ez a kis videó. Hogyha esetleg valamilyen kérdésetek lenne, akkor azt nyugodtan tegyétek fel a komment szekcióba, vagy esetleg a Facebook oldalamon, hogyha írtok rám, vagy hogyha Steamen a profilomra írtok, úgy is jó. Egy valamit, amit nem szeretnék, az, hogy Steamen felvegyetek barátnak, ugyanis azt úgy szeretném, hogy csak ilyen privát barátoknak, akiket ugye személyesen ismerek, vagy régóta ismerek, azok legyenek ott fenn nekem. Úgyhogy írjatok bátran, nem harapok. Ez a videó ennyi lett volna. Úgyhogy sziasztok emberek!